Sziasztok! Szeretettel köszöntelek bennetek, én Varga Eszter vagyok. Szeretettel köszöntöm az uralkodó nőket, és persze a férfiakat is, mert úgy érzékelem, hogy egyre többen vagytok, vagyis hát vagytok páran, akikről tudok, és hát az uralkodó nőket mindenképp. Azt mondja itt a kártya, hogy hallasd a hangot, gyere ki a barlangodból, ne fojtsd magadba lelked hangját. Nagyon fontos információ. Most egy pár napja nem jelentkeztem be, mert nagyon sok meditációt, meg esemény felvételét rendeltetek, úgyhogy teljesen lekötötte a figyelmem, konzultációk és egyebek, úgyhogy most pár napja nem jelentkeztem be, de azért érzékelhető, gondolom, hogy ez a Merkur retrográd, ez nem egy olyan cuki időszak, viszont nagyon-nagyon sok csoda van, tehát hogy bízom, hogy érzékelitek azt, hogy nyílnak az ajtók. Azok az ajtók, ahol a partneri viszony, ahol a kölcsönösség jelen van, és bizony nem könnyű hallatni a hangodat egy olyan szituációban, ahol ki kell állnod magadért. Tehát biztos vagyok benne, hogy jönnek az apakarakterek, az anyakarakterek, esetleg a testvérkarakterek, és nyomogatják a gombjaitokat. És hát azért mondjuk, akinek olyan apukája volt, hogy tudta, hogyan kell elvenni a fiatalabb lányoktól a fegyvereiket, mondjuk hazugságon keresztül, vagy átnézett rajta, és utána úgy csinált, mintha nem történt volna meg az, amiket csinált, hogy érzelmileg nem volt elérhető, akkor azért itt mélyen, erősen érintő fájdalmak vannak. Nagyon arra bíztatlak bennetek, hogy legyetek bátrak, és teljes végleges döntést most nem érdemes hozni ebben az időszakban, viszont álljatok ki magatokért, mert hogyha egy ilyen apáról volt szó, mondjuk, de akár behetünk egy anyakaraktert, és teljesen mindegy, hogy most ez jutott eszembe, ez az apukarakter, hogy kvázi hülyének néz. És ez a tipikus, hogy is úgy lesz minden, ahogy én akarom, című előadás. Hát nem kell, hogy úgy legyen. Úgyhogy itt az ideje, hogy kiállj magadért, hogy gyere ki a barlangodból. És tudom, hogy sokszor nehéz, mert hogyha egy főnökről van szó, vagy egy olyan emberről, akivel szerződést kötsz, és tudod, hogy ha fölbontod a szerződést, akkor mondjuk nem tudod, hogy mi lesz, vagy egy főnökkel, hogyha összevesztek, akkor holnap hogy mész be. Szóval ezek mind nagyon necces helyzetek, és nagyon-nagyon bátornak kell ahhoz lenned, hogy most kiállj magadért, de szóval érdemes, hogy kinyíljon a szemed azokra, ahol meg voltál vezetve. Felolvasok egy könyvből egy részletet, ami az apa nélkül fölnőtt lányoknak szól, csak a végét olvasom el ennek a résznek. Szabaddá válni azt jelenti, hogy felismerjük azokat a tudattalan, meghatározó belső erőket, irányultságokat, amelyek fogva tartják választásainkat. A sérült kiegészülésre ösztönző vágy, indulati elem addig hat és tart minket fogságban, ameddig fel nem ismerjük hiányainkat. Ha ez megtörténik, szabadon dönthetünk majd sorsunkról és útunkról. Az apa nélküli lányok olyanná válnak, mint a mező virágai, melyek ingadoznak a szélben, és egy nagyobb vihar magával sodorja, vagy megroppantja őket. Tényleg nem könnyű kiállni magadért, viszont most más eszköztárat érdemes használni. Tehát, hogyha, ahogy írja ez az idézet, hogy indulati elem, vagy a kiegészülésre ösztönző vágy, tehát hogy összetartoz vele, vagy haragszol rá, mert tudod, hogy becsap, akkor ahelyett most érdemes valami mást használni, más eszköztárat. Nekem az vált be, hogy hát kvázi így a szemébe nevetek, vagy nem is tudom, de így kávé ez, hogy tudom, hogy cserben hagytál, átvertél, és figyelj, ez a te utad, úgy éled, ahogy te szeretnéd, minden rendben van, és hát
azt csinálsz, amit szeretnél, menj csak nyugodtan tovább az életedben. Na most ezek a férfi karakterek, ugye ahogy beszéltem már többször, szóval ők a harcra, győzni akarásra vannak megteremtve, és ugye, hogyha neked nem volt érzelmileg elérhető szülőd, akkor gyakran szeretnéd őket visszaválasztani, mert egyébként rendes, mert meleg szíve van, mert szeretik a környéken, mert egyébként mindenki szereti. Most mi az, hogy én meg nem szeretem? Szóval lehet, hogy te vagy az, aki föltárta azt, amit el mások nem láttak meg, vagy csak vele csinálja ezt, mert így kapcsolódtatok, karmátok van. Szóval azzal nem nagyon kell törődni, hogy ki mit gond, és ki mit mond, és mit gondol egy-egy helyzetről, mert senki nem ismeri a lelkedet, és a te lelkedhez csak egyedül te tudsz eljutni, ezért kezdem én is mindig úgy a konzultációkat, hogy, vagy a kis videókat, hogy semmit ne higgyetek el nekem, amit én mondok, tapasztalni vagyunk itt a Földön, ha nem tetszik, akkor delete gomb, és ennyi, tehát, hogy teljesen rendben van. Az fontos, hogy el tudj érkezni oda, ahol már tényleg a kölcsönösség van jelen. Miért? Azért, mert te lettél partner. Tehát, hogyha a szülőkkel partner vagy, akkor is, hogyha ő nem, tehát, hogyha ő továbbra is egy ilyen szülő energia hozza a kis csatáit, harcait, és nem tudom, te viszont beemeled magad a partneri viszonyban, akkor, ja, tudom, ellenállnak, mondjátok, hogy ellenállnak, és akkor bennetek van az, hogy most akkor miért nem tudunk mégiscsak együtt menni. Valahogy, amit kiírtam ma egy posztba, hogy aki alszik, az nem tud róla. Tehát, hogyha te ébredezel, akkor neked menni kell tovább. Mert ők, tehát, hogyha nem foglalkozik önismerettel a szülőd, a szülő energiád, akkor ő alszik. És bármennyire is bele szeretnéd látni, hogy egyébként rendes, egyébként jó szíve van, mindig a játszmái fogják kielégíteni, mindig. Tehát ahhoz nagyon nagy tudatosságra van szükség, ahhoz segítséget kell kérni, ahhoz el kell határozni, hogy én más szeretnék most már csinálni, és segítséget kérni, és tényleg végigmenni ezen a felnőtté válásnak az útján, hogy valaki tényleg másként csinálja, mert a legtöbben a kommunikáción keresztül újra visszapróbálnak csábítgatni, és igen, a szíved még visszahúzna. Meg kell tanulnod most kiállni magadért, mert biztos, hogy ott van benned az indulati elem, a düh, vagy a kiegészülés igénye, hogy akkor is tartozunk össze. Arra szól most ez az időszak, hogy egy újabb szinten leválni ezekről az energiákról. Ahogy mondtam, nem érdemes tényleg tartósan haragot generálni, vagy végleges szakításokat, mert hogy ugye 26-án megáll ez a retrográd mozgás a Merkurnak, és akkor újraindul, tehát hogy akkor megint megyünk előre, és akkor ugye, hogyha most azt vettük észre, hogy mindent fölburogattunk, akkor úgy, hogy már nincs visszaút, akkor azért az elég kellemetlen lesz, viszont fontos, hogy most ki is tudj állni magadért, és itt van a kos energia is, kos pedig ugye, mint tudjuk, nagyon tüzes, és hát elég keményen oda tudnak szólni egy kos energiával rendelkező emberek, úgyhogy most erről van szó, de egy más eszköztárral. Most egyet mondtam, hogy ha neked ilyen folyamatos becsapás, nekem volt ilyen, tehát hogy nekem volt ilyen, hogy folyamatos becsapás, és akkor próbáltam mondani, hogy figyelj, becsaptál, vagy á, semmi, figyelj, azonnal visszatámad, azonnal megmagyarázza, ő ilyet nem mondott, és nem tudom, tehát, hogy ennyi. Hát akkor ilyen könnyedén, hogy boldogan, éljél boldogan, menjél csak nyugodtan, hátrahagytál, cserbenhagytál, lezártad a tornákat, stb. Stb. Úgyhogy én ehhez totál alkalmazkodtam. Minden jót az utadon, tehát, hogy ez egy ilyen könnyed energia. Tudom, hogy bele fogsz pusztulni egy részed, de érdemes most már tényleg nem kiegészülésre játszani, hogy akkor most együtt haladjunk tovább, vagy az indulati elemeket bekapcsolni, hanem az lenne a cél, hogy ne hajladozzál most már a szélben, hanem legyen tartásod. És ez nagyon fontos. Nem akarok hosszan beszélni, mert ilyen nagyon konkrét téma nem is volt,
ami miatt beléptem, leginkább azért, mert pár napja nem jelentkeztem be, és szeretnélek bennetek motiválni, szeretném, hogyha éreznétek, hogy itt vagyok, és ebben a Merkur retrográd időszakban is támogatlak bennetek. Nagyon örülök, hogy egyre többen vagytok, akik csomagokat rendeltek. Most összeállítok pár csomagot, úgy döntöttem, de majd kérjetek is, hogy ti mit szeretnétek, honnan, hova szeretnétek eljutni, és akkor ezekhez anyagot válogatok össze. Most is így volt, ma is, vagy nem tudom, 10 levelet küldtem valakinek ki, vagy hetet, nem tudom pontosan, és magam is elképedtem, hogy ilyen 23 000 forintért egy hatalmas anyagot kapott, amivel biztos, hogy el lesz 1-2 hónapig, tehát, hogy tényleg neki is például olyat biztosítottam, ami számomra is hihetetlen, de hogy így volt megrendelve a gondviselés, így rendelkezett, akkor ez van, és ez tök jó, úgyhogy ha valaki komolyan gondolja, akkor van lehetőség, hogy összeállítsak egy csomagot, és attól függ, hogy milyen témád van, tehát a nőiségedben szeretnél fejlődni, jó társ szeretnél lenni az önmegmutatásban. Mindegyikhez vannak különböző meditáció, kurzusok, elmélet, dühöt, harag kezelésre is. Ja, van egy csomó minden anyag, úgyhogy ha valakit érdekel, akkor meg ahogy említettem, nagyon örülök, hogy egyre többen azzal jöttök, hogy muszáj most már tenni, mert tényleg csak a sikertelenség van, és abból, hogy lehet följönni, és az, hogy egyet meditálok, az nem fog működni. Szóval valami olyan tudatosság indult el itt most, ami klassz, és tök jó látni, hogy amikor adom a támogatást, akkor van a másik oldalon is látszata, vagy hát érdeklődés, és aztán így ez az oda-vissza kapcsolódás, ez tök jó. Úgyhogy most egy ilyen biztató videóval jöttem, azzal, hogy ne hajladozzatok, ne a kiegészülésre játszatok most, és ne az indulati elemekre, hanem könnyedén, majd otthon, a meditációba, ott majd összeroskadsz, ott majd a fájdalmadat kisírod, és aztán mész tovább. Mert hogy a boldogság az benned van, az nem függ senkitől és semmitől, és hogy vedd észre tényleg a csodákat, mert nyílik az ajtó, ezt fontos meglátnod. Tehát, hogy ezek zárulnak be, ezek a karmikus kapcsolatok, és tényleg nem könnyű. Nem könnyű most, de hogy ez még extrább szeretetet tud kibontani ez az időszak benned, hogyha te is közreműködsz, és azt veszed észre, mivel könnyed vagy, laza, ezért vonzod magadhoz a jót, a csodát, és tényleg legyen is így. Azt kívánom nektek szépen. Fogok majd jelentkezni egy csatornázott üzenet videóval, és most egyelőre csak ez volt. Most nem azt mondom, jó munkát, hanem azt mondjuk, hogy jó éjszakát. Tartsatok ki 26-án. Megáll ez a kis Merkúr, aki felhozza nekünk a karmáinkat még mélyebb szinten, és hát senkinek sem könnyű, úgyhogy igen, nagy ajándék, hogyha valaki szeretettel közeledik, azt becsüljétek meg most, tök jó. Na, sziasztok! Hello, hello, minden jót!